Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Fogalmaz Kányádi, majd Radnótival felelhetünk rá. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. És hol? A Zsámbéki medence hangulatos kertvárosában, Biatorbágyon. Ahol, ha közelebb megyünk a kultúrához, a közművelődési intézmény névadójának, Juhász Ferencnek a sorai jönnek elő. Amint írja, maga volt a mesevarázs, a vasútállomás. A kultúra háza ugyanis egykor vasútállomás volt. A város szívében álló épület és a benne működő intézmény a kultúra és a közösség épülését szolgálja Biatorbágy önkormányzata jóvoltából 1992 óta. Ekkor a település írásos említésének 800. évfordulóján nyitotta meg kapuit az egykori vasútállomásból felújított művelődési központ, illetve itt kapott helyet a mára művészeti iskolává bővült zeneiskola is. A Faluház és Karikó János könyvtár néven született intézmény terei lassan benépesültek. Otthonra leltek itt a régi amatőr művészeti csoportok és az akkor alakult pásztikórus vagy a nyugdíjas klub is. A hajdan volt váróteremben vendéglátóhely nyílt. Aztán hamarosan szűknek bizonyult az épület. 2004-ben átadták a közösségnek Torvágyon a közösségi házat. Két év múlva pedig 280 fős nagyteremmel bővítették a faluházat. Régi és új, harmonikus, szép összeillesztésével. 2016-ban egy felújítandó biai parasztházra került a Bábosház felirat. A bővítés révén nagyobb teret kaptak a kiállítások is. A faluház galériában és a nagy terem előterében számos biatorbágyi alkotó és országosan, sőt nemzetközileg is elismert művész munkáit láthatták az évek során. A nagy terem színpadán még több színész, zenész, előadó, különböző szakember fordult meg. Járt nálunk a magyar zenei élet számos kiválósága. Pár éve pedig az Erkel Ferenc Kamarazenekar, mint a város zenekara, rendszeresen ad hangversenyt Biatorbágynak. A sok évtizedes gyermekbábos hagyomány folytatásaként ma városunkat a gyermekbábos élet egyik regionális központjaként jegyzik. Elhíresültek a biatorbágyi gyermeknapok, a civil kezdeményezésként indult angyalfia vásár, s három naposra bővült a városünnep. A Chaplin kávézóban rendszeresek a jazz blues koncertek, de évek óta működik a táncház is. A helyi civil szervezetek, az intézményi kisközösségek egyre szaporodnak. Előfordul, hogy egy sorozatból klub születik. Az is, hogy az online tér mellett épül a jelenléti közösség, amint a Juhász Ferenc Művelődési Központ egyik sikertörténete, a Senior Klub is példázza, szolgálva az aktív időskor megvalósítását és a generációk közti kapcsolat erősítését. Biatorbágy város önkormányzata évtizedek óta töretlenül támogatja a helyi kultúrát. A kultúra szolgálatában állók pedig útmutatól kapták a biai születésű kétszeres Kossuth díjas költő Juhász Ferenc sorait. Ügyelj mindegyik szavadra. Építsetek olyan házat, gyógyítsátok a világot.